Még mindössze 30-40 cm magasak a Józsa András oktató kórházi játszótere mellé ültetett sövény tövei. Jövő tavaszig még biztosan várni kell arra, hogy feladja a leckét a beteg gyerekeknek a kijutása a labirintusból. Madártávlatból viszont már most is kirajzolódik az útvesztő, amit a Denevér Barlang Kutató és Szabadidő Sport Egyesület álmodott és valósított meg. Ezzel az apró ajándékkal szeretnének aktív kikapcsolódási lehetőséget nyújtani a gyermekek számára. Az egyesületünk tájékozódási sportokkal is foglalkozik, és a Bújtoson egy hasonló sövénylabirintusban futkoshatnak a gyerekek. Azt vettük észre a programjaink során, hogy nagyon lelkesen kihasználják ennek a labirintusnak az adottságait, szeretnek benne bolyongani, keresgélni, mindenféle feladatot végrehajtani, és innen jött az ötlet, hogy ezt az egyébként sima zöld felületet itt is be lehetne ültetni ilyen labirintusra, hát ha örömet okozna egyrészt a kórház levő gyerekeknek, akik akár tartósan itt vannak, másrészt pedig a dolgozóknak, vagy bárkinek, aki a kórház udvaron keresztül megy, egy kis üdeszínfolt lehet ez a labirintus. A labirintus közel 150 négyzetméteren fekszik, a sövénysor 1000 darab palántája pedig 143 méter hosszan képez majd falakat. Szondi Zita, a kórház főigazgatója elmondta, az intézmény dolgozóinak áldozatos munkája mellett a civilek rendszeres felajánlásai is hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek komfortos környezetben gyógyulhassanak. Ez egy összefogást jelképez. A civil egyesület és a kórház dolgozói közösen szervezték meg ennek a területnek a kimérését, kiépítését és a sövények elültetését. A gyerekek számára pedig fontos az, hogy milyen környezetben gyógyulnak, hogy milyen környezetben töltik azokat a napokat, amikor betegség miatt ellátásra szorulnak. És azt gondolom, hiszem, hogy a játszótér mellett egy ilyen zöld felület az mindenképpen az egészségüket szolgálja. Látványnak is nagyon szép lesz, amikor majd kizöldül és tavasszal majd cseperednek ezek a kis sövények, akkor éppen a gyerekosztály ablakából szépen rá lehet majd látni. A növényeket tehát már Attila folyamán gondozzák, hogy aztán március-április környékén örömüket lejjék benne a kórház fiatal betegei.